önök vállalkozásának életében milyen jelentősége van a modern vállalkozások programjának? Miért döntöttek úgy, hogy belevágnak és digitálisan felkészültek lesznek? Elsősorban CRM rendszert szeretnénk bevezetni, és több pályázatíró céggel tartjuk a kapcsolatot, ők hívták fel a figyelmet a lehetőségre, és ennek alapján léptünk ebben tovább. Milyen volt a kapcsolatfelvétel, hogyan működött az audit, mennyire ment gördülékenyen önöknél ez az átvizsgálási folyamat, aminek a vége ugye tanúsítványok átvétele? A jelentkezésünk után felhívtak bennünket, időpontot egyeztettek, és onnantól kezdve az audit az abszolút gördülékenyen ment, és abszolút gyorsan ment, és onnantól kezdve tulajdonképpen egy egyenes út vezetett a jelenlegi rendezvényig. A digitálisan felkészült vállalkozások minősítést szerettük volna megszerezni, ezzel is visszaigazolást kapni abban a tekintetben, hogy a cégünk ténylegesen digitálisan felkészült. Ebben bíztunk, hogy ezt megszerezzük, ezt megkaptuk, emellett természetesen folyamatosan figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek most megnyíltak az infokommunikációs fejlesztések tekintetében, és tulajdonképpen ezen minősítés megszerzésével financiális előnyökhöz is jutunk, de nagyon vártuk már ezeket a pályázati lehetőségeket, mert ténylegesen vannak olyan elképzeléseink, amelyeket ennek keretében és ezen források felhasználásával szeretnénk megvalósítani. A Micikink a Gyopárosi Kábelgyúzó Kft. Speciális szerepben van. Kettős szerepet töltünk be, egyrészt kábeltévés és internetszolgatóként, egy picikét milyen fáklyás hajóként vagyunk legelől a vidéki vállalkozások körébe, aki próbálja a hírközlési informatikai szakmát előrevinni. Másrészt magunk is úgy gondoljuk, hogy folyamatosan kell fejlődni, folyamatosan meg kell, hogy kapjuk azokat az információkat. Ma már nem elég, hogyha a cégvezetés tudja azt, hogy mi a korszerű technológia, hová tart a világ. Fontos az, hogy minden egyes kollégánk is ebbe be tudjon csatlakozni, és pont ezért éreztem azt fontosnak, hogy hozzáférjünk ilyen információkhoz, bekerüljünk egy olyan típusú vérkeringésbe, ahol én is biztos lehetek abban, hogy nem csak én, hanem az összes kollégám tudja azt, hogy miről van szó, merre tart a világ, mit jelent egy kifejezés, mik a legújabb technológiák, hogyan lehet ezeket napi szinten készpénzre fordítani. Az államnak milyen szerepe van abban, hogy digitálisan felkészültebbek legyünk, nem csak mi, hanem a vállalkozások is? Az államnak több oldalról van ebben szerepe. Egyrésztről stratégiai alkotás oldalról. 2014-ben megalkotta az első stratégiát, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát. Ez az alapja a további lépéseknek és a további tevékenységeknek. Emellett az utóbbi időben elkészített több olyan szakterületi stratégiát, ami mind-mind a vállalkozások tevékenységét tudja támogatni és segíteni infokommunikációs oldalról. Másrésztől a szabályozás, ami ugye az államnak a klasszikus tevékenysége, tehát különböző jogszabályok által, ezek lehetnek kormány által hozott rendeletek, határozatok, és lehetnek az országgyűlés által hozott törvények is. Szabályozások által próbálja meg kialakítani azokat a kereteket és támogatni azokat a megoldásokat, amik a vállalkozók tevékenységét tudják segíteni. Harmadik oldalról a forrás biztosításával, ez két oldalról is lehetséges. Egyik oldalról az uniós forrásoknak a felhasználása, tehát olyan programoknak, olyan pályázati lehetőségeknek a megnyitása, ami mögött uniós források állnak, és amik a kis- és középvállalkozásokat segítik infokommunikációs technológiai eszközökkel való ellátás vonatkozásában és szolgáltatás vonatkozásában. Másrészt pedig hazai források biztosítása, egyrészt az uniós forrásokhoz kapcsolódva, másrészt pedig önállóan azon kívül is, hogyha erre lehetőséget tud biztosítani. És negyedik sorban pedig az állam ugye saját magán is gyakorolja mindezeket a tevékenységeket, azaz önmaga is állít elő olyan szolgáltatásokat, ami infokommunikációs szolgáltatás, ami akár azonosítás, akár más keretjellegű alkalmazás szolgáltatás vonatkozásában segítségére tud lenni a vállalkozói szférának, úgy a kis- és középvállalkozásnak, mint más vállalkozói szférának természetesen. Az itteni vállalkozók is nagyon várják a 3.2.2-es pályázatot. Mit kell tudni az összegekről, a célokról, mikor nyílik? Minden lényeges információra kíváncsiak vagyunk. Jó hírem van, a 3.2.2 pályázat az egyike azoknak a pályázatoknak, amiket a kormány ezen tavasszal elérhetővé tesz a vállalkozások számára. Ugye nagyon sok pályázatról beszélünk, gyakorlatilag pályázati dömping van, de ebben szerencsére beleesnek az informatikai pályázatok is. A 3.2.2 kiírás ugye december óta elérhető a vállalkozások számára, és március 8-tól beadhatók a projektek. Kétféle támogatás, ami elérhető, az egyik az visszanemtérítő támogatás, tehát amit nem kell visszafizetni, a másik pedig egy nagyon kedvezményes kamatozású és feltételű hitelrendszer. A visszanemtérítő támogatás pályázónként 1 és 24 millió forint, a visszatérítő támogatás 1,25 és 37,5 millió forint közötti összeget takar. Mintegy 40 milliárd forint
2 milliárdos keretösszegről beszélhetünk a két konstrukcióban, ami emelés kerül kb. 48 milliárdos szintig a következő hetekben, reményeink szerint. Ezeket bátran lehet pályázni, nem fognak kimerülni ezek a keretek hamar, úgyhogy aki esetleg nem tudja elkészíteni a március 8 pályázatot, annak még lesz ideje, ezt bátran állíthatom. Hogyan értékelni, mennyire teljesít jól a program? A mutatók is azt mutatják, hogy jól teljesít a program, a vállalatok azok nyitottak. Természetesen marad egy olyan rész, akiket nem ér el a program. Szerintem ezen kell dolgozni, hogy mindenhova eljusson ennek az üzenete. Sajnos évtizedes trend az, hogy alapvetően a motiváció hiánya az egyik, hogy a vállalatok nem alkalmazzák az informatikát, illetve a félelem és a tudás hiánya. A félelem azzal kapcsolatosan, hogy az informatika majd biztos felborítja itt a mindennapi ügymenetet, és egyébként is sem értenek hozzá, és nem szeretik, mert nem látják át. Ugye ezt kell megvalósítani úgy, hogy egyébként egy vállalat vezetőtől nem szabad elvárni azt, hogy ő most hogy legyen egy architekturális szakértő, hanem meg kell neki adni azokat a feltételeket, azt a segítséget, amivel ő digitálissá tudja tenni a vállalkozását. Kell egy IKT tanácsadó helyben, aki megmutatja, hogy mi az odáig vezető út, hogy az a vállalkozás arra a vállalkozásra testre szabva tud versenyképes lenni abban a világban, ahol az informatika ma már a hatékonyságnak az alapfeltétele. Kinek ajánlaná ezt a programot, aki még nem csatlakozott, nem hallott róla? Milyen jó tanácsot adna annak, aki ebbe esetleg belevág? Én azt gondolom, hogy egyfajta szemlélet kell hozzá, és az Európai Unióban én azt feltételezem, hogy nagyon sok országot példaként követhetünk, és azt látom, hogy egyre inkább és a cégvezetésben, a cégmenedzsmentben ez a szemléletváltással lehet élni, és a cégek általában én azt látom, hogy így lehetnek hatékonyak, versenyképesek. Minden olyan cégnek ajánlanám, akik szeretnének megfelelő előnyökhöz jutni a piacon. Azt gondolom, hogy ma már a digitalizáció világában minden cégnek tulajdonképpen egyfajta kötelessége, hogy ebbe az irányba mozduljon, mert ha nem próbál ebbe az irányba mozdulni, akkor ebből konkrétan hátránya lehet a piaci verseny tekintetében, és azt gondolom, hogy minden piaci szereplő életében az a lényeg, hogy folyamatosan előnyöket teremtsen magának, hogy a konkurenciájához képest mindig jobb és jobb pozícióba kerüljön. Most már nagyon sok olyan típusú dobozos termék van, ami havidíj keretében teszi lehetővé azt, hogy az ember normális IKT szolgáltatásokhoz hozzáférjen. Korábban ugye az IKT nem más jelentett, mint több millió forintos beruházás egy-egy cég számára, ez sokak számára kezelhetetlen volt. Nem lehetett kiszámolni azt, hogy ez a beruházás az hogyan, mikor tér meg. Ha az ember ezt egy konkrét havidíjra váltja, és úgy vesz igénybe egy informatikai szolgáltatást, egy CRM rendszert, egy vállalatirányítási rendszert, egy online számlázási rendszert, vagy legyen szó bármilyen egyéb megoldásról, ez havidíj keretében már egy gazdaságvezető számára egy kis 2-3 fős cégnél, és pontosan kiszámolt, hogy igen, ezt én fel tudom vállalni, és ez számomra ilyen is véleményükkel jár. Ezért azt gondolom, hogy a legkisebb cégeket biztatnám arra, hogy most már ők is higgyék el azt, hogy ez számukra is elérhető megoldás.